az abortusz betiltását követelte több tízezer tüntető Pozsonyban. Azt szeretnék elérni, hogy még nemi erőszakból származó terhesség vagy súlyos születési rendellenesség esetén se lehessen terhességet megszakítani. Minden ember méretétől függetlenül ember, írták a transzparensekre. Aki megöl egy meg nem született gyermeket, az a nemzet jövőjét öli meg, szólt a tüntetés másik szlogenje. A szlovák abortusz szabályozás viszonylag megengedő. A várandóság 12. hetéig bárki kérheti, hogy terhességét műtéti úton szakítsák meg. Megfelelő egészségügyi indokkal pedig még a 24. héten is elvégeztethető a művi vetélés. A szlovákiai konzervatív és jobboldali pártok azt szeretnék, ha az abortusz tilos lenne, vagy legfeljebb a terhesség 6.-8. hetéig lehetne elvégezni. A parlament hamarosan vitát kezd a terhesség megszakítás szabályozásának módosításáról.